Jöttek hátra. Gyerekek, nézzétek meg ezt a tájat! Nem akármi! Gondoltam, megállok itt az útszélén, de nézzétek csak! Brutál, jó! Hát igen! Nem rossz! És megyek tovább, lassan odaérek, ahova indultam! Érdekes szitu előtt vagyok, mert egy úr épp megállt ott, ahol én drónoztam, és igazából egy ilyen vízi erőműhöz ment fel, kontrollálni kell neki a helyet, és megkérdeztem, hogy bemehetek, és mondta, hogy persze, nyugodtan. Úgyhogy most fölhajtok egy olyan helyre, ahol nem sokan járnak, tök jó. Előre ment, úgyhogy meg kell nézni majd.
Ezt kontálni mit? Ez nem se. Nem, mert mit? Fő romantis vohe. Na, megyünk egy ilyen visszározó részhez. Itt Rudi valakit megismertem itt az utcélén, megálltam. És ő pont jött. Ő tartja karba ezeket a helyeket. Ó, oh, cool. Kann man duschen? Alter. Oh, ja, ja, wie. Ah, jemand kann man Pause machen schon. Puh. Oh, lange Weg. Für Sie. Ich höre hier auf. Ich habe so schlechte Kondition momentan. Töltem Rudival ehhez a vízeséshez. Nagyon komoly. Rudi felügyeli ezt az egész cuccost, hogy ne duguljon el a vízfolyam. És térre már most visz fel, nézzétek, ott van a kezében egy nagy padló, vagy egy ilyen fa padló, és már most visz fel minden alkalommal egy darabot, van neki itt egy rakat, és minden alkalommal felvisz egy darabot, hogy télen be tudja így zsalúzni ezt az egész vízesésén azt a részt, amit ott, hát az ott van, nézzétek. Ott van ez a vizesésnél, van egy ilyen rész, ahol a víz egy kicsit meg tud duzzadni, és azt valahogy azt mondta, hogy be kell zsalúzni a télen, úgyhogy érdekes meló. Azt mondja, minden héten föl kell jönni egyszer, ez a munkája, tiszta vagány. Úgyhogy hagyjuk dolgozni, én meg megyek le. És folytatom az utat. Ezek milyen jó kis házikó. Egy romantikus hétvégére, ha gondoljátok. Azt hiszik, hogy én vagyok a gazdájuk. Srácok. Na hát ennyi lett volna ez a kis kitekintés, ez a kis röpke offroadozás itt ehhez a víztározóhoz. Egy ilyen nagyon pici kis víztározó van itt, mert állítólag a vízerőmű valahol itt van beépítve itt a föld alá. És innen itt termelik az áramot. Úgyhogy azt nem látjuk.
akkor irány a Silvretta. 9 órára szerettem volna odaérni. Hát, hogy elnézem, még dél is. Még a 12 is elég optimista számolás, úgyhogy... Na mindegy, a lényeg, hogy... A végén mégiscsak odaérek ehhez a... ehhez az úthoz. Úgyhogy... tartsatok velem továbbra is. Kilométeres odaérek a Silvretta Strasséhoz, azt mutatja a navigáció. Hát nagyon kíváncsi leszek, mert ugye hétvége van, és igazából ilyenkor az ilyen helyek általában tömve szoktak lenni. Igazából amikor befordultam erre az útra, akkor nagyon sok autó meg motor volt. Aztán fölmentem erre a panoráma útra, a Silvertálnál, és most meg így nincs olyan brutális forgalom, mint amire gondoltam. Úgyhogy talán szerencsém lesz, nem lesz olyan brutális nagy embertömeg ott. Úgyhogy kíváncsi leszek. Hát majd látjátok ti is nem sokára, úgyhogy maradjatok velem. A gyerekek, ide értem a Silvretta Hochalpenstrasse-ra. Azt a mindenit. Nagyon komoly lesz. Azt már látom. Az idő az bomba jó, nem gondoltam, hogy ilyen lesz. Azt hittem, ilyen felhős időben leszek, de nem. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Az infóban azt olvastam, hogy a fotózás és a panoráma tekintetében a 23-as kanyar lesz a legjobb. Na hát majd meglátjuk. Eddig mindegyik jó, úgyhogy mindegy. Az aszfalt az mondjuk marha jó. Az tökéletes. Mind általában Ausztriában mindenhol. Ilyen hegyi utakon. Úgyhogy arra nincs panasz soha.
gyerekek, ez fantasztikus adatok. Szél van. Megálltam itt az első gátnál. A víz az beszedelmesen jól néz ki. Ilyen fehéres, zöldes színe van. Inkább olyan, mintha a zöldbe öntöttek volna egy kis meszet, vagy valami ilyesmi, tök olyan színe. Nagyon jól néz ki. Úgyhogy egy kicsit itt megálltam, iszok egyet, aztán megyek tovább. Az út az eddig bomba jó. Brutál. Hát nem állok meg itt, mert brutál sokan vannak, nincs értelme. Úgyhogy majd valahol máshol. Hát itt biztos nem.
magnét mekkora. Ugye két oldala van a gátnak, és arra hátrafele torlódik fel a víz. Nem rossz amúgy. De hát ugye ezért akartam én 9 órára ide érni. 8-9-re, elvileg 8-ös ide érhettem volna, ha nagyon-nagyon beindulok, és az 5 órai kerést, ugye 6 órakor elindulok, 6-7-8, hát nem. 9-nél előbb nem értem volna ide. Hát innen látszik a legjobban a panoráma. Nem néz ki rosszul, az tény. Ez volt a Silvretta. Azt kell, hogy mondjam, hogy marha jó. Nagyon jól néz ki. Nagyon hasonlít a Timmensiókra, de hát nem csoda, hisz ugyanolyan hegyi közé megy be a hágó ott is, meg itt is ugyanúgy van, tehát a hegyek között, ahogy megy, tehát nagyon hasonló a két hágó. Hát mindegyiket megéri megnézni, úgyhogy szerintem nem most volt utoljára, hogy itt vagyok. Aztán mindegy. Milyen tiszta víz. Azt a milyen tiszta víz. Az ugye. Szuper jó kis helyeken megyek, nézzétek! Az, hogy az út mellett patak van, vagy valami folyó, az 10-ből 5-ször előfordul, úgyhogy már meg se lepődök, de marha jól néz ki. Egész jó helyeken járok, ilyen kis pici kis nagyon szűk utak.
de marha jó kilátás. Jól néz ki. Na, kb. Egy órát keveregtem, kavarogtam itt Ausztriában. A navigáció egyszerűen nem tudja, hogy mit akar. Most is össze-vissza teljesen hülyeségeket mutat. Tehát ilyen 100 kilométeres kerülővel akar hazavinni, de minden áron. Tehát nem tud mást kitalálni, csak ezt a nagy kerülőt. A másik, mert most is mutatja, mi forduljak vissza, persze. Tehát erre van az irány, az 1000%. Tehát amerre mennem kell, az erre van. Nem. Ő el akar menni teljesen más irányba. Újra kell telepíteni valamit, mert itt ez nagyon rossz. És egy órát el vele. Össze-vissza tekerektem a városba, ahol volt két utca lezárva, ami miatt nem lehetett az egész városon átmenni, ilyen egyirányú utca, hegyek. Hát ott is kavarogtam, vagy fél órát, vagy három, nem tudom. Sokat. Egy kicsit szétment az agyam, de mindegy, majd meglátjuk. Hazafele vettem az irányt, mert kezd befelhősödni, úgyhogy inkább az eső előtt hazahajtok. Hát igazából ennyi lett volna ez a túra. Hát nagyon szép helyeken fogok még most is elmenni majd, úgyhogy még maradjatok velem, és nézzétek, merre járok. A fennpassz. Nézzétek, milyen frankó kis dugó van, de amúgy jól néz ki a hely. Van egy ilyen vár. Meg egész jól néz ki itt az egész környezete is, mert itt van egy ilyen tó jobbra tőle, ami nem akárhogy néz ki, nagyon szép a vize. Nézzétek! Nem rossz, nem rossz. Átverekedtem magam a fennpasszon. Elég lassan ment az egész, mert voltak biciklisek, és ilyenkor nagyon belassítják a forgalmat, nem tudnak előzni az autók, visszatorlódik a kegyetlen. Most már Garmisch fele megyek, itt Lermoz után vagyok. Gyönyörű a hely, de sajnos nem tudok megállni, tök jó lenne egyet drónozni vagy valami, de az idő se olyan fényes, meg igazából nincs rá idő, mert mögöttem az eső. Még szerencsé, hogy nem esik, de nem sokára. Úgyhogy nem akarok ezzel bajlódni, meg valószínű, hogy Garmischnál dugó lesz, mert ott mindig van, de hát mindegy, ez van. Majd szépen lassan átmegyek rajt. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy ennyi lett volna ez a túra. A Silvretta Hochalpenstrasse. Marha jól nézett ki, jók a kanyarok is, az út az fantasztikus, egyszerűen bomba jó. 1000%, hogy elmegyek még arra. Ott annyi jó út van, hogy az van, hogy bámulat, ott van a Timmelsjok, nem messze tőle a Jaufenpasszal, tehát a kegyetlen jó. Aztán ott van egy másik ilyen gletszer út, amire mindenképp el akarok menni, a Kalmertál Gletscherstrasse. Most benne volt a pakliba, hogy most is megyek, de hát igazából az eső miatt nem mentem, mert ott már akkor gyülekeztek az esőfelhők, úgyhogy nem mertem bekockáztatni. Nincs benne élvezet ilyen magas
hegyi utakon, tehát nincs benne élvezet, ha be van borulva, meg esik az eső, tehát szar. Na mindegy, még majd megejtem ezt a túrát biztos, tehát oda is, aztán... Na, szóval ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, azt megköszönöm. Írjatok kommentet, ha esetleg ti is jártatok erre, vagy van valami hozzáfűzni valótok, ezt ugye mindig elmondom. Nyugodtan írjatok oda valamit, vagy ha kérdeznétek valamit, azt is nyugodtan. Minden kérdésre általában szoktam válaszolni, vagy minden üzenetre, kommentre a videó alatt. Úgyhogy ennyi lenne. Ha még esetleg nem követnétek a csatornát, akkor kövessétek. Jön sok, ugyan most jön még jó pár ilyen videó, ilyen hasonló, ilyen Alpokba motorozós. Most megpróbálok minden két hétbe kitenni egy videót, úgyhogy hogy jönnek a videók bőven. Úgyhogy iratkozzatok fel. És remélem hamarosan találkozunk egy újabb túrán, úgyhogy addig is nézzetek pár videót tőlem. Köszi, hogy megnéztétek ezt is, sziasztok!